Kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Újra és újra őket látom, ahogy süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szegelet, vonják a nő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben más nyomában inganak. Pilinszky János a vívódások költője, a 20. század egyik legjelentősebb magyar alakja. Az ő verseit mondta el Orbán György, valamint elénekelte Kovács Gábor. Kettőjük közös estjét egy Szenvedély margójára címmel láthatta és hallhatta a nagy érdemű tolnán a Városi Könyvtárban a Költészet Világnapja alkalmából. A költészet egy könyvtáros számára mindig fontos és elsőrendű irodalom. A rendezvény maga az nem most találódott ki. Tavalyi évben gondoltuk azt, hogy április 11-ét az egész kulturális központ megünnepli, hát akkor a könyvtárnak legyen egy kisebb, de ugyanolyan fontos költészetnapi rendezvénye. Így esett a választásunk a Költészet Világnapjára, ami március 21-e, tehát a mai nap. Tavaly a Szekszárdi Gitárkvártetet hívtuk meg egy García Lorca esttel, ami tényleg nemzetközi költészetnapi program volt, és idén ki másra esetett volna választásunk, mint a két nagy tolna megyei művészre, Orbán Györgyre és Kovács Gáborra, akiknek egy Pilinszky estjük van, aminek a címe a Szenvedély margójára. Azért is esett a választásunk erre, hiszen húsvét idejében járunk, illetve ugye a böjti időszakban, nagy böjti időszakra, és hát Pilinszky azért, mint tudjuk, azért rengeteg vallásos témájú, rengeteg elmélkedő verset írt. Ebben az összeállításban viszont nem csak az elmélkedő, a hívő Pilinszkyt ismerhetjük meg, hanem valóban a szenvedélyes Pilinszkyt, akinek a szenvedélye a szerelemtől, a félelemtől, a vágyakozástól és a kínlódástól teljes. Gyönyörű, szép előadást hallottunk. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán. Mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? Hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél, együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád, elüldögélnék bent egy délutánt, agyamba venném az ágyad merre van, a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled és ellened, a tűzvész honnan támad és hova szorít be majd a lázadó szoba. Mert égni fogsz. Nekem személy szerint az egyik kedvencem a mély gondolatai miatt is. És az miatt is jó ez az előadás, hogy a diákkorunkban, gimnáziumban megismert, hogy is mondjam, távoli
és élettelen Pilinszky mellett itt egy nagyon érzelemdús, nagyon szenvedélyes Pilinszkyt lehetett hallani. Így kellene. De nem lesz semmi sem. Rám nagyon, nagyon nagy hatással vannak egyébként is a versek, és hogyha egy jó előadó szájából lehet hallani ezeket, akkor különösen megrendítő élmény számomra. Különben olyan egyre egy, a gyilkos nem latolgat, akárhogy is történhetett, te mindenképp halott vagy. Heversz akár a föld alatt elárvult szürke hajjal,